Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Elmúlt a nyár, újraindul a 2016-os választások óta tartó politikai iszadbirkozás. Folytatódnak a sokszor tragikomédiába illő nyilatkozatháborúk, az egymásnak feszülések, amelyekből tegyük hozzá azért a nyár folyamán sem volt nagy hiány. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ez a nyár meteorológiailag teljesen atipikus volt, és politikai szempontból sem volt jobb a helyzet, és egyáltalán nem volt uborka szezon. Liviu Dragnea bírósági ítélete, Laura Koduca kövesi leváltása, az államfő lehetséges felfüggesztése, kormánybuktatási kísérlet, tüntetések, brutális csendőrségi fellépések, egy szóval válság. De folytatható a sor a párhuzamos állammal, a székelyterroristákkal, kormányátalakításról szóló kószahírekkel, a Dragnea ellen irányuló állítólagos gyilkossági kísérlettel, és a többi, és a többi. Mivel magyarázható ez a túlfűtött politikai hangulat? Mit hozhat még a politikailag és meteorológiailag is szintén forrónak ígérkező ősz? A kérdések mellé jönnek mindjárt a válaszok is. Itt van velem a stúdióban Pataki István, a Székelyon felelős szerkesztője, Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője és I.S. Gergely politológus. Uraim, jó estét, szervusz! Jó estét, szervusz! Minek tudható be, vagy minek volt betudható ez a felfokozott politikai hangulat? Itt a lapok egész nyáron volt azért, miről írjanak, televíziók volt, miről szóljanak, elemzők volt, mit elemezzenek. Mi van Romániában? Már elkezdődött az államfőválasztási kampány, vagy mi zajlik most? Vagy mi zajlott egész nyáron? Én azt hiszem, hogy folytatódott valami, ami elkezdődött nagyjából a legutóbbi parlamenti választások kor. Gyakorlatilag a következő hetekben két mondhatni egyenlő fél, egyenlő erejű tábor egymással szemben. De mindig azt mondtuk, hogy az ellenzék erőtlen, és van a szociális. Igen, csak hogy van egy államfő, aki az ellenzék vezére. És Romániában az államfő, bár alkotmányilag nem olyan erős, de egyébként mégiscsak erős, hogyha erős akar lenni. És az államfő úgy döntött az első hetektől már szinte, hogy gyakorlatilag mindent meg fog tenni, hogy ez az új hatalom vagy kormány, vagy ezt az új hatalmat kormány gyengítse, ellehetetlenítse, ami egyébként valahol érthető, hiszen ő az ellenzék vezetője. És ennek ez a helyzet, ha úgy tetszik, fokozódott a nyár folyamán, és talán csúcsosodott ki ebben a tüntetésben, ami minden szempontból érdekes volt, hiszen egyáltalán már az, hogy valaki augusztus 10-ére tüntetés szervez, és persze közben hivatalosan nincs is szervező, már az is egy érdekes történet volt. De én azt gondolom, hogy ez csak csúcsosodott, és valószínű, hogy a helyzet tovább fog fokozódni, ahogy tetszik, mert ősszel újabb érdekes törvények lesznek, és aztán belépünk a következő évbe, ami választási év, Európa parlamenti választás és elnökválasztás. Úgyhogy lassan inkább azt mondanám, hogy megedződhettünk abba, hogy ezt látjuk, ezt a harcot, és végül is, ha mi úgy annak legalábbis elemzőknek tartjuk magunkat, vagy újságíróknak, akkor tulajdonképpen ennek örülhetünk, mert nem unatkozunk. Gergő, valóban az államfő az, aki mindezért felelős idézőjelbe? Tehát ő idézte elő ezt a felfokozott politikai hangulatot? Vagy a szociáldemokrata párt csinálta saját magának? Én azt gondolom, hogy az önmagában törvényszerű, hogyha egymással szemben álló politikai oldalak megpróbálják tematizálni a közéletet, és megpróbálnak olyan témákat előtérbe helyezni, amelyek mentén ők tűnnek abban a színben, amiben ők szeretnének. Ugye legközelebb európai parlamenti választás lesz, hagyományosan kisebb jelentőségű választás ez a belpolitikában. 2019-ben az államfőválasztás lesz az, ami igazán téttel bír. Éppen ezért maga az államfő azt látja, hogy akkor tudja sikerre venni ezt az akadályt, hogyha a támogatóit valamiféleképpen egységbe szervezi, és egy olyan tétet ad ennek a választásnak, amelynek a hatására megnövekszik a választási részvétel. Hiszen azt láttuk az elmúlt években is, hogy amennyiben alacsony a választási részvétel, akkor azért a szociáldemokratáknak a szavazó bázisa és az a mozgósítási képesség, amelyel ez a párt rendelkezik, az mindenféleképpen, hogy mondjam, arrafele mutat, hogy a PSD-t azt nagyon nehéz kiütni a hatalomból. Viszont akkor, amikor egy ilyen államfőválasztás van, és megnő a részvétel, ugye ezt láttuk 2014-ben, akkor teljesen más képlet áll be, és az államfő az joggal gondolja úgy, hogyha egyetlen témára, vagy lényegében egyetlen témára, és ez pedig ugye a korrupcióellenes harc
fűzi fel ezt az egész kérdést, akkor ő neki van egy olyan tábora, vagy van egy olyan szavazó közönség Romániában, akik esetleg nem értenek egyet egyik vagy másik ellenzéki párttal, akik ugye, ahogy mondtad, úgy tartják, hogy erőtlen az ellenzék, miért nem fog össze az ellenzék, vagy esetleg miért nem politizál jobban, de ebben az egy kérdésben teljesen egy platformon vannak az ellenzéki pártokkal és magával az államfővel. Az államfő akkor lehet sikeres, én azt gondolom, hogyha ezt a szavazóbázist erre a kérdésre fűzi fel, és az államfő választásig ezt a kérdést próbálja meg a napirend élén tartani. Erre látunk kísérletet most ezekben a napokban, és erre számíthatunk az elkövetkezőben. Most az, hogy az ellenzék össze fog-e fogni, vagy nem az államfő választásokig, illetve az európai parlamenti választásokig, az világosan látszik, hogy nem Ludovik Orbán nyilatkozatából, ugye, amikor Eugen Tomák azt mondta, hogy a Népi Mozgalom párt vezetősége megbízta őt azzal, hogy építse ki a szociáldemokratáknak a politikai ellenpólusát, akkor Ludovik Orbán már aznap kiállt, és azt mondta, hogy mi nem fogunk közösködni senkivel. Hát mi lesz itt még? Ez egy egészen racionális gondolkodásnak az eredménye, hiszen sehol nem sikerült az összefogás, látjuk Magyarországon sem. Hiába, hogy az ellenzék a hatalom bírálatával van elfoglalva, nincsenek közös platformon, mindenki a maga kis torta szeletét kívánja megkaparintani, és sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy az elégedetlen választók közül tudnak valakit megkaparintani, mintsem azt, hogy a szociáldemokrata párt eléggé konszolidálódott táborából tudnak valakit átsábítani. Arra pedig azt gondolom, hogy sajnos egyre kevesebb az esély, hogy azok a választók, akik racionálisan, hidegfejjel gondolkodnak, akik programok alapján választanak pártot, hogy azok részt vegyenek a választásokon, és valamiképpen elbillentsék a mérlegnek a nyelvét. Az elmúlt éveknek, és főként az elmúlt hónapoknak a politikai történései eltántorítják a normálisan gondolkodó embereket attól, hogy véleményt formáljanak. Azért volt atipikus ez a nyár, mint említetted a bevezetőben, mert nagyon meghasonlott a romániai társadalom. Nem igaz az, hogy két egyenlő fél áll egymással szembe, nem ugyanakkorák a táborok. Az sem igaz, hogy nagyon egyszerű lenne a képlet, és két tábor állna egymással szembe. Ez éppen akkor derült ki, amikor Bukarest főpolgármestere Gabriela Vincianu Firea azt vetette fel, hogy nem igaz, hogy a szociáldemokrata párt a mélyállam ellen folytat harcot, hiszen a szociáldemokrata pártban is ott vannak a mélyállamnak a képviselői. Hát itt egy nagyon-nagyon bonyolult, komplikált politikai helyzet van, ahol mindenki megpróbálja a maga malmára hajtani a vizet, és nem rettennek meg olyan döntésektől, olyan kijelentésektől sem, melyek Romániát valóban visszavetik a 90-es évekbe. Mielőtt bárki is megnyugodhatott volna, hogy az államelnök visszavetette Romániát a 90-es években azzal, hogy elutasította a kisebbségek jogainak az érvényesítését a közigazgatási törvény életbe léptetésével, és akkor arra gondolhatott, hogy viszont a szociáldemokrata párt nem efele tart. A szociáldemokrata pártnak is volt néhány olyan döntése, amelyek igazolták azt, hogy valójában mindkét oldal a 90-es évek Romániájában ragadt, és kimondottan csak a hatalom megtartása a célja. Mi itt beszélünk arról, hogy politizálás, meg politikailag milyen volt a nyár. A nyáron Kolozsváron a Szájkaratén Demeter Szilárd, a Budapesti Századvég Intézetnek az elemzője mondta azt, hogy Romániában nincs is politizálás, és azzal folytatta, hogy az ellenzék az... Van egy kormánypárt, ami tehetne valamit, mert megvan hozzá a hatalma, de nincsen víziója, és van egy ellenzék, akinek se hatalma nincs, se feltétlenül víziója, és a korrupció ellenes küzdelem jegyében pedig az államfő kinyírt szinte mindenkit, aki politizálhatna. Ez mennyiben igaz ez az állítás? Hát nagy részt egyetértek Szilárddal, nem biztos, hogy az államfő nyírt ki mindenkit, mert azért ez a harc, ez már zajlik.
Ugye annak idején, amikor Adrián Nastasét ítélt el a bíróság, olyan régen volt, hogy már nem is tudom az évszámot, akkor mindannyian felkaptuk a fejünket, azt hiszem, hogy ez lehet, hogy egy volt miniszterelnököt, egy olyan erős személyiséget, mint Adrián Nastase be lehet zárni börtönbe Romániába, akkor az azt gondolom, hogy egy ilyen tabu döntés volt, és azóta tulajdonképpen szakadatlanul ezt látjuk, hogy szinte bármilyen, vagy hát bármilyen pozícióban levő szemét elvihet a DNA, és akkor vagy elítéli majd a bíróság, vagy nem ítéli el. Tehát ez a fajta harc, ez zajlik. Valóban én is azt gondolom, hogy a DNA-t azzal a sok minden pozitív dologgal, amit a román társadalom számára hozott, amellett sajnos felhasználják a politikai harcban is. Felhasználta az előző államfő is, majd most felhasználják a most hatalmon levők is, tehát sajnos politikai tényező lett ez az intézmény, és sokszor bizony átláthatatlan az, hogy éppen melyik oldalnak kedvező éppen az a lépés, amit tesz, és sajnos a román politikát nagyban befolyásolja az, hogy éppen ki ellen indul eljárás, vagy éppen milyen eredménnyel zárul ez, éppen ezért átláthatatlan az egész. A DNA átláthatatlanságáról még a protokollumok kapcsán beszélni fogunk, de folytassuk most a nyár végének az egyik legfontosabb témájával, a költségvetés kiegészítéssel, amely rávilágított arra, hogy milyen mély a szakadék az ellenzék és Klaus Johannis és a kormánypártok között, az ellenzék és a kormánypártok között. Ugye mondjuk el a nézőknek azt, hogy kormány költségvetés kiigazítást akart végrehajtani. Az államfő nem hívta össze a CSZJT-t sürgősen. Szeptember 4-én tegnap volt CSZJT ülés, legfelsőbb védelmi tanácsnak az ülése, amit Klaus Johannis berekeztett. Azzal azt mondták a kormánypártok, hogy nem volt CSZJT ülés, itt most nem lesz költségvetés kiegészítés, nem jut pénz a gyerekvédelemre, szociális juttatásokra, stb. Ma viszont elfogadta a kormány a költségvetés kiigazítást, de maradjunk a tegnapi történetnél. Klaus Johannis berekeztette a legfelsőbb védelmi tanácsnak az ülését. Nézzünk meg erről egy összefoglalót a nyilatkozatokról, és ezzel folytassuk. Eleve viharosnak ígérkezett a legfelső védelmi tanács ülése, miután Klaus Johannis elnök már korábban hevesen bírálta a költségvetés kiegészítés tervezetét. Az ülést, miután nem közeledtek az álláspontok, Klaus Johannis felfüggesztette. Felfüggesztettem a legfelső védelmi tanács ülését, mert véleményem szerint a költségvetés kiegészítés szükséges, de nem tekinthetünk el és nem akarunk eltekinteni az intézmények lojális együttműködésének szükségességétől. A tanács ülésének felfüggesztésével lehetővé tettük, hogy a kormány egy új költségvetési módosítási tervezetet dolgozzon ki, és mondjon le arról, hogy elvonjon pénzt a nemzetbiztonságtól. Az ülés berekeztése után a kormány sürgősségi kormányülésre ült össze, hogy megvitassák a kialakult helyzetet. Eugen Teodorovics pénzügyminiszter szerint súlyos következményekkel jár a költségvetés kiegészítés elfogadásának megakadályozása. A kormány azzal vádolta meg az elnököt, hogy a szükséges láttamozás késleltetésével a fizetések, nyugdíjak és egyéb szociális juttatások sodródnak veszélybe. Ugyanakkor a pénzügyminiszter szerint az elnök törvényes alap nélkül járt el. A kormánynak csak az a kötelezettsége, hogy kérje a legfelső védelmi tanács láttamozását, és nem az, hogy várakozzon rá, a törvény ezt világosan írja. Továbbá láthattuk mindnyájan, mi is az ülésen, aztán az elnök úr nyilatkozatában, hogy az ülést felfüggesztették. Egy ilyen lehetőséget azonban egyetlen jogszabály sem tartalmaz. Gyakorlatilag az ülés felfüggesztése jogalap nélkül történt. Nyilatkozatában a pénzügyminiszter nem tért ki arra, hogy mit szándékozik konkrétan tenni a kormány az esetleges pénzügyi nehézségek megelőzése érdekében, de a jelek szerint nem hajlandó az elnök játékszabályai szerint játszani. Nos, hát azóta tudjuk, hogy a kormány elfogadta a költségvetést. Az a kérdés, hogy költségvetés kiigazítást, az a kérdés, hogy miről szól ez a konfliktus, mert szeptember 4-e előtt Klaus Johannis államfő még azt nyilatkozta, hogy hát miért nem fogadja el a költségvetés kiegészítést a kormány, hisz a CSZJT-nak a jóváhagyása az nem szükséges a szociális intézmények költségvetésnek a módosításához, csak a nemzetvédelmi ügyekben kell döntsön. Ma pedig azt nyilatkozta, hogy megengedhetetlen az, hogy a CSZJT jóváhagyása nélkül módosította a kormány a költségvetését. Mi ez a... Az véleményem szerint elég egyértelmű a dolog, ki is el is mondta
Johannis az egyik olyan intézményt védi, Johannis, aki ő vele köztudott a szövetséges, a román hírszerző szolgálat. Ugye az egyik nagy törésvonal jelenleg a román politikában éppen a titkos szolgálatok mentén zajlik, tehát a kormány megpróbálja az államelnök egyik fő szövetséges intézményének a költségvetését megnyilválni, és ezt az elnök nyilván úgy adta elő, mint a nemzeti biztonságra való fenyegetés, stb. Ez azért érdekes, mert miközben sok esetben az államelnök azt mondja, hogy felelőtlen a kormány, hogy fizetéseket emel, stb. A közben pedig egy olyan lépést is kifogásol, amely éppen azt szolgálná, hogy valamennyi pénzt spóroljon a kormány. Azt nagyon jó, vagy azt tudjuk, hogy a román hírszerző szolgálat az egyik legnagyobb költségvetésű titkos szolgálat az Európai Unióban, az alkalmazottjainak a száma az egyik legmagasabb az Európai Unióban. Amiről tudunk. Tehát én úgy gondolom, hogy még világosabbá vált a tegnapi nap történéseivel az, hogy a Széria és az államfő az egy szövetséget alkot, de természetesen ezt tudatosan csinálta a kormány, és a szociáldemokrata párt valószínűleg ez volt a cél, egyrészt a költségvetés megnyilvánulása, nyilván egyfajta kis bosszúállás, másrészt pedig, hogy újra megerősítse, hogy itt egy táborról van szó, a Széria és Johannis egy tábor. A kimért Klaus Johannis kezd milyen játékos elnökké válni, mint amilyen volt hivatali elődje? Nem, én azt gondolom, hogy Klaus Johannis kezd játékszeré válni a különböző hatalmi formációknak a kezében, és gyakran maga se tudja, hogy mit tesz, megy előre, nyilatkozik. Nekem azt tetszett nagyon, hogy a fordítás, a bejátszásban a fordítás milyen gyorsan pörgött magyarul, miközben az elnök egy-két szót mondott ki, addig elhangzott itt egy-két mondat. Tehát nem arról van szó, hogy Klaus Johannis kezdene játékos elnöké válni. Én azt gondolom, hogy nagyon sokak számára világos, hogy Klaus Johannis nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, nem lett egy olyan kiegyensúlyozott elnöké, aki a különböző politikai erők egyensúlyát biztosította volna Romániában, és amint itt már hallottuk, felszólal azért, hogy miért vágják meg a szövetséges román hírszerző szolgálatnak a költségvetését, de 6 év alatt egyetlen egy alkalommal sem szólalt fel azért, hogy noha törvény van rá, az oktatásra a költségvetés nem irányoz elő 6%-ot, annak ellenére, hogy az eddig az egyetlen bejelentett projektje az éppen az oktatás modernizálását, korszerűsítését szolgálta volna, de az is láthatóan bedöglött. Hát én azt gondolom, hogy ez a vita, ez része annak a harcnak, ami egészen az elnök választásig el fog tartani, és nem biztos az, hogy azok a főszereplők, akik a színpadon vannak, én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémája a romániai társadalomnak ma az, hogy a manipulátor szerepét eljátszó, és egyre kevésbé sajtó, egyre inkább média maga sem tudja, hogy őt kimanipulálja. Beszéljünk a továbbiakban, ugye itt szó volt arról, hogy választások lesznek, választásokra készülünk. A szociáldemokrata párt, bár előbb lesznek az európai parlamenti választások, erről nem volt annyira sajtóvisszhangos a nyilatkozat, mint az államfő választásokkal kapcsolatos. Két nem induló személynek is elhangzott a neve, az egyik Liviu Dragnea, ez mondom, senkit, vagyis legtöbb romániai állampolgárt nem lepte meg, hisz tudjuk, hogy Dragnea feje fölött ott lebeg a bárd, és bármikor börtönbe vonulhat. De ott van a már említett Gabriela Firea, aki felmérések szerint a szociáldemokrata pártnak az egyik legnépszerűbb politikusa, és ő sem fog indulni a választásokon. A szociáldemokrata párt elnöke azt mondta, hogy közös jelölt kell a kisebbi kormánypárttal, az ALDE-val. Az ALDE minden valószínűség szerint Călin Popescu-Tăriceanu-t indítja.
El fogja fogadni a nagyobbik kormánypártnak a többsége azt, hogy ne legyen saját jelöltje a pártnak? Szerintem erről még most elég korai beszélni, bár abban az értelemben nem, hogy valóban most folynak ezek a háttérbeszélgetések, meg most próbálja ez a pártszövetség eldönteni azt, hogy mit kellene esetleg csinálni. Elmondom azt, amit már a héten elmondtam egy internetes oldalnak, hogy én azt gondolom, hogy a Szociáldemokrata párt részéről ebben a helyzetben, amiben ők most vannak, nem lenne hibás döntés az, hogy egy másik pártnak, ugye az ALDE-nak az elnökét támogassák, tehát Terich Jánut, aki szeretne is ebbe a szerepbe menni, pontosan azért, mert nincsenek népszerű politikusai a Szociáldemokrata pártnak, illetve hát Livio Dragnának a neve az rányomja a bélyegét bárkire tulajdonképpen ebben a pártban most, jelenleg még. Azért is mondom, hogy még azért változhat a helyzet, ugye 2019 végén lesznek csak az elnökválasztások, de abban az értelemben is racionális lehet ez, hogy ugye általában azt látjuk a román elnökválasztásokon, hogy egy bal és egy jobb oldali jelölt jut be a második fordulóba, és ugye az legutóbbi választásokon, vagy hát tulajdonképpen 2000-ben volt utoljára olyan, hogy egy baloldali jelölt győzön, akkor ugye Vadim Tudor volt a másik fél, az egy specifikus helyzet volt, és ezt leszámítva 1992-ben volt utoljára olyan, hogy szintén akkor ugye Iliescu győzött, de hát az meg már megint egy külön eset. Specifikus helyzet. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy általában véve a második fordulóban, amikor két személy között kell dönteni, akkor a román társadalom a baloldali jelöltet leszokta szavazni, még akkor is, hogyha a jobboldali jelöltel nem tud teljes mértékben azonosulni. És a szenátus elnöke Terich Jánut egy olyan személy, aki nem csak a szociáldemokrata voksokat tudja hozni. Ő akár a volt választói, tehát az annak idején a Nemzeti Liberális Párt elnökeként hozzáhű választókat is meg tudja szerezni. Ő el tudja magát adni, mint egy centrista jelölt, és ilyen értelemben jobban meg tudná szorítani Klaus Johannist, én azt gondolom, mint bárki most a PSD-ben. De végére még mindig hozzáteszem, hogy még nagyon sok idő van, és még nagyon sok minden történhet a román belpolitikában. Nem kell komolyan venni Dragnának a bejelentését, még hogy nem fog indulni? Én szerintem nem fog indulni, hogyha az én véleményem, ezért engem nem is lepett meg, hogy nem indul. Én azt gondolom, hogy ő azért, tehát hogy mondjam, az a médiában felépített imázs, az rendben van, hogy ő ilyen meg olyan diktátor, meg nem tudom milyen szerepre vágyik, de azt gondolom, hogy azért bizonyos szempontból racionálisan tudja felmérni a helyzetet, és nyilvánvaló, hogy az ő megosztó személyisége már épp elég lett volna ahhoz, hogy most függetlenül attól, hogy közben bezárják, vagy nem, de már önmagában, hogyha az a megosztó személyisége sem miatt sem lett volna ő esélyes. Ugyanakkor azt még hozzátenném, hogy a magyarok, vagy akár az RMDS nagyon nyíltan és kvázi őszintén föl tudhatná vállalni ez esetben Terich Jánut támogatását, és azt gondolom, hogy a magyar közösségben is lehetne arra számítani, hogy mondjuk Johannisszal szemben inkább Terich Jánura szavaznak, és azért ez ma már egy ilyen kiélezett helyzetben, vagy egy olyan helyzetben, ami lesz majd jövő év végén, nagyon sokat számíthat, tehát ilyen szempontból is okos lenne a Terich Jánu választás. Azért hadd emlékezzünk az előző választásokra. Ugye az RMDS, amikor a második fordulóban valakit választott, és arra azt szorgalmazta, hogy a választói szavazzanak rá, minden esetben ellene szavaztak az RMDS választottjának. A múltkori választáskor Viktor Ponta ünnepélyesen ígérte meg, hogy nem lesz államelnök jelölt, mert fel tudja mérni a helyzetét, és ő nem vállalja azt, hogy elverjék rajta a port. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy a mostani lebegtetés az valóban a Szociáldemokrata párt elnökének a szándéka, aki azt hiszem, hogy mindennél jobban bánja, hogy ő csak a párt elnöke, nem miniszterelnök, vagy még inkább, hogy nem államelnök, tehát ő továbbra is számít arra, hogy esetleg magasabb tisztségbe juthat, és erre meg is van a lehetősége, amennyiben a szintén meglebegtetett amnestia törvényt elfogadnák, abban az esetben eltűnne az a hivatalos ugye megnevezés, hogy elítélt, tehát nem lenne akkor már hivatalosan elítélt, és akkor indulhatna elnökként. Azon kívül meg van egy másik rációja is annak, hogy a Szociáldemokrata párt megpróbál egy kicsit ködösíteni. A Szociáldemokrata párt
nagyon jól fel tudja mérni azt, hogy Klaus Johannisnak a partnere az elkövetkező hónapokban a román hírszerző szolgálat lesz, tehát bedobhat olyan neveket, akiket a román hírszerző szolgálat a birtokában lévő adatokkal megpróbál, vagy sikerül is neki kompromitálni, miközben az igazi jelölt, akire szó sem esik, az utolsó pillanatban berobbanhat, és azért volt abban ráció, amit Gabriela Brinciano férján mondott, hogy a szociáldemokrata pártnak mindig saját jelöltje volt, és egyáltalán nem lehet kiszámítani a szociáldemokrata választóknak a reakcióját, ha egy másik párt elnökét jelölik államelnöknek, amit én is egyébként a legracionálisabb megoldásnak tartok, csak hogy a román politika és a racionalitás az inkompatibilis dolgok. Én úgy gondolom, hogy Terricciano az talán ma a szociáldemokrata párton belül nincs olyan fontos politikus, akiben jobban megbízhat Dragnea. Már Dragneára beszélünk, mint Terricciano. Tehát teljesen mindegy, hogy másik pártban van. Annál fog közelebbi szövetséges, mint Terricciano, jelenleg nincs a politikai életben, Dragnak nincs közelebbi szövetséges. Meg amit Gergő mondott itt, hogy a történelem az bizonyítja, hogy a szociáldemokraták saját jelölttel nem tudnak egy ideje államfő választásokat nyerni. Reggelig. Olyan már igen, volt, hogy reggelig. Éjfélkor volt győztes, igen. Ugyanakkor pedig egy csapdát is elhelyezett Liviu Dragnea ezen a héten, hogyha figyelmesek voltunk, akkor azt mondta, hogy szerinte ugye kell egy közös jelölt, és szerinte már az európai parlamenti választásokon is közösen kellene induljon ez a pártszövetség, ami tudjuk, hogy enyhén szóval nem nyerné el a ALDE-nek a tetszését, hiszen ők egy teljesen más európai pártcsaládba tartoznak egy részről, ugye az ALDE nevű európai pártcsaládba liberálisokhoz. Másrésztről pedig európai szinten azért a szenátus elnökének, Terricciano-nak semmiképpen nem érdeke az, hogy Liviu Dragneával induljon egy közös listán egy európai választáson, akit ugye mindenki Európában ilyen párjaként kezel. Tehát én azt gondolom, hogy nekik az lenne a kedvező stratégia az ALDE-nak, hogy külön indulnak az EP választásokon, a mostani felmérések szerint egy combos eredményt el tudnak érni, egy kétszámjegyű eredményt, és ezt követően fordulnak majd rá az elnökválasztásra ezzel a felhatalmazással a hátuk mögött. Hogyha pedig a PSD azt a feltételt szabná idézőjelbe a közös jelölthöz, hogy akkor már az EP választásokon is közös lista kell, akkor ez egy burkolt elutasítása annak, hogy az ALDE elnökét támogassák. Ugye azért mondom, hogy itt még azért nagyon sok beszélgetés és háttér alkuk el ahhoz, hogy valamiféle döntés legyen. Beszéljünk egy picit Liviu Dragnea erejéről. Ugye itt többször elhangzott már ennél az asztalnál, hogy Liviu Dragnea erős ember, Liviu Dragnea mennyire kordában tudja tartani a szociáldemokrata pártnak a politikusait. Most, mintha az látszana, legalábbis a párt országos végrehajtó bizottságának a múlt hétvégi neptúni ülésén, hogy mintha gyengülne Liviu Dragneának a pozíciója, és ha nem is nyíltan Liviu Dragneát, de Liviu Dragneának az embereit, vagy emberét, Carmen Dánt, aki a bizalmasának számít, a belügyminisztert, Gabriela Firea igencsak élesen támadta, és a lemondását követelte, és Ekaterina Andronescu szintén támadta Liviu Dragneát és Carmen Dánt az ominózus augusztus 10-i tüntetések után. Tehát gyengülőben van Liviu Dragneának a pozíciója? Nem gondolom, hogy gyengülne a Dragnea pozíciója. Én azt gondolom, hogy Ekaterina Andronescu is és Gabriela Firea is úgy gondolta, hogy kritikus hangokat kell hallatnia, mert ők úgy látják, hogy nincsen minden rendben a szociáldemokrata pártban. Egyébként valószínű, hogy a román társadalomban is ez a kép él a leginkább, hogy nincs minden rendben a szociáldemokrata pártban, de azok, akik azt tartják, hogy egy politikai párt akkor működik a legoptimálisabban, hogyha mindent rendben tartanak a pártban, azok többségben voltak, hiszen a bizalmatlansági szavazáskor Gabriela Firea volt az egyetlen, aki Carmen Dan ellen szavazott, összezárt a párt, nem biztos, hogy Carmen Dan mögött, nem biztos, hogy érte szavaztak, testületileg sokkal inkább Liviu Dragnea mellé álltak. A kérdés az, hogy ezt most miért tették, de azt gondolom, hogy
Ivo Dragnát még mindig annak a politikusnak tartják, aki a leginkább össze tudja tartani a szociáldemokrata pártnak a különböző korifeusait, és egyelőre még nem érződnek olyan mozgások, hogy Dragnát elkívánnák távolítani a pártnak az éléről. Sokkal inkább valószínű az, hogy a kritikus hangokat hallató Gabriela Firjával fognak majd valamiféle leszámoláshoz folyamodni, ellehetetlenítik a párton belül, hiszen korábban ugyanígy járt Ekaterina Andronescu is, aki néhány televíziós műsorban kritikusabb hangot ütött meg, és a pártnak a kongresszusán pedig egyszerűen kiszavazták, és semmilyen tisztség nem jutott számára. Sokan azt mondják, hogy Liviu Dragneát azért tartják a szociáldemokrata párt élén a pártnak a hatalmasságai, hogy elvégezze a piszkos munkát, azaz átnyomja az igazságszolgáltatás működését befolyásoló törvényeket, azok megjelenjenek hivatalos közlönyben, államfő kihirdesse, és akkor utána Liviu Dragneát elteszik a láb alól nem is, de a pártból mindenképp. Én nem gondolom, hogy így van. Azzal, hogy az ellenzék folyamatosan Dragneát tartja célkeresztben, folyamatosan Dragneát szidalmazza, az nagyon jól jelzi, hogy ki az erős ember a másik oldalon. Tehát a PSD-ben az egyetlen erős ember az Liviu Dragnea. Az igaz, hogy a pártban természetesen mi minden pártban vannak elégedetlen hangok, és az is igaz, hogy mint általában a politikában lenni szokott, vagy a pártokban lenni szokott, egy pártelnök nem nagyon szereti a mellette fölnő egy olyan politikus, aki rendkívül népszerű, ilyen Gabriela Firea. Tehát nyilván, hogy az is elkezdődött egy olyan folyamat is Dragneáék részéről, hogy valamennyire megpróbálják Fireát, ha nem is ellehetetleníteni, de hát azért megakadályozni, hogy nagyon kinője magát. Ezt valószínű, mert azért elég jól érzékkel mozog a politikában Firea, legalábbis ez derült ki. Az utóbbi napokban legalábbis nagyon jó kommunikál. Ő ezt megérezte, és ezért egy ellentámadással gyorsan kvázi bejelentkezett az elnöki posztra, mert én szerintem ez történt tegnap előtt, ő bejelentkezett a Dragnea utáni időszakra. Ha a Dragneát a belső elégedetlenség megbuktatja, ha a börtönbe zárják, stb., akkor ő már el tudja mondani magáról azt, hogy ő már akkor egy kemény ellenálló volt kvázi Dragneával szemben, másrészt ellentámadásként megakadályozta az ő lejáratását. De én azt gondolom, hogy ennek ellenére jelenleg mindenképpen Liviu Dragnea, ha román politikáról a külföldi sajtót nézzük, ez teljesen mindegy, hogy valakiről negatív vagy pozitív előjelére, valakiről beszélnek, Romániában két személyiségről beszélnek, Liviu Dragneáról és Johannisról, de inkább Liviu Dragneáról. Ez nagyjából mutatja, hogy ki a két erős, meghatározó ember a román politikának. Csak annyit tennék még hozzá, hogy Liviu Dragnea hatalomtechnikai szempontból egy zseniális politikus. Tehát az, hogy ő ilyen támadások után, ilyen csapások után ott tud maradni a szociáldemokrata párt élén, és ő diktálja még most is a tempót. És olyan emberként, akit már meg is akartak gyilkolni, és még mindig ott van. A román politikában Traian Băsescu óta nem volt ilyen személyiség, azt hiszem, és az, hogy Liviu Dragnea van ebben a pozícióban, ez egyébként mutatja a román politikának a hiányosságait, azt, hogy hány ember került a partvonalon kívülre mondjuk az elmúlt 10 évben. Én meg vagyok győződve, hogy 2005-ben Adrian Năstase mellett labdában nem tudott volna rugni Liviu Dragnea. Tehát akkor olyan Hrebenciuk mellett, Vasile Blaga mellett nem tudott volna a román politikában ennyire felnőni. Az, hogy itt tart Liviu Dragnea, az tulajdonképpen az elmúlt 10 év román történetének, román politika történetének is az eredménye. Meglátjuk, hogy meddig lesz itt, de az, amit csinál a párt élén, ahogyan a belső ellenségeit kezeli, ahogyan a párt elégedetlenkedőit ki elégíti, vagy ad nekik valamit, az zseniális. Én nem hiszem, hogy lenne még olyan PSD politikus, aki meg tudott volna maradni ebben a... Ez most nem dicséret természetesen morális értelemben, ez inkább egy ilyen rácsodálkozás a helyzetre. Igen. Beszéltünk itt már az augusztus, vagy felmerült itt az augusztus 10-i kormányellenes tüntetésnek a témája. Arról a tüntetésről beszélünk, ugye, aminek szervezője
állítólag nem volt. Arról a tüntetésről beszélünk, ami óriási visszhangot váltott ki. Nem feltétlenül a tüntetés váltotta ki az óriási visszhangot, hanem az a csendőrségi erőszak, amivel válaszoltak a tüntetőknek. Most nyilván óriási viták voltak arról, hogy indokolt volt-e ez a csendőri erőszak, vagy sem. A szociáldemokrata pártnak ártott az, ami augusztus 10-én történt, vagy nem? Mert hogy használni nem használt, az biztos. Valószínű, kismértékben ártott, ezt mutatják a közvéleménykutatások is, amelyek szerint esett a pártnak a népszerűsége, de azt hiszem, hogy ez annak a játéknak a része, amely némiképpen félrevezeti a kívülről szemlélődőt, hiszen elfelejtjük azt, hogy egy erőszakszervezetnek a nevében is benne van, hogy erőszakosan lép fel egy István által is említett félig meddig engedélyezett, de egészen nem engedélyezett tüntetés ellen. Umberto Eco írja a prágai temetőben, hogy a tüntetők körében 10 emberből 8 ember beépített, és csak 2 az, aki önként és meggyőződésből ment el a tüntetésre. Ez persze a századfordulóról, a 19. század, 20. század fordulójáról írja, de azt hiszem, hogyha ez változott is, csak az arány változott, és mindig ott vannak a tüntetők között a beépített emberek, akik erőszakot próbálnak kiprovokálni, és az erőszakra pedig erőszak a válasz. Mert elég nehéz értékelni azt, ami Bukarestben történt. Sajnos emlékezetünkbe idézte az 1990-es éveket, a bányászjárást. Ugyanaz a brutalitás volt látható a tévéképernyőn, de én azt hiszem, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítani az augusztus 10-i tüntetésnek nem kell. Egy kicsit sikerült megcsípni a szociáldemokrata pártot. De emlékezzünk vissza Gergőnek a mondandójához kapcsolódva, hogy mi volt Drágnyának az idézőjelbe tett zseniális lépése, szintén nem díjazandó, de azzal hozakodott elő, hogy 4 fekete ruhás fiatalember, amiből kiderült, hogy nem földön kívüli lények voltak, mert ők 3-an szoktak fekete ruhába járni, 4 fekete ruhás ember támadta őt meg, és az életére törtek. Az érdekes az, hogy ezt el is hitték az emberek, és ezzel sikerült visszatornázni a magát szinte ugyanarra a bizalmi indexre, amilyen bizalmi indexen volt korábban. Tehát itt állandóan folyik ez a játék, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lesz az elnök választásnak az utolsó szakasza, amikor ez a manipuláció majd eléri a maximumát, és nagyon fontos lesz az utolsó nap is, mint ahogyan fontos volt az utolsó nap Klaus Johannis megválasztásakor, amikor szintén a manipuláció révén sikerült nagyon sok embert otthonról kimozdítani, és arra rábírni, hogy menjen el és szavazzon. Sikerül szembenéznie a szociáldemokrata pártnak azzal, ami történt augusztus 10-én, mert azt látjuk, hogy a parlamenti bizottság az események kivizsgálására nem fog alakulni. Én nem hiszem, hogy feltétlen szembe kell néznie, megint csak a kérdés. Nem morálisan őket vádolják. Igen, de ha megnézzük, én szerintem a PSD szavazó bázis, az kb. Azon a véleményen van, hogy hát nem jártak elég jól el a csendőrök, mert sokkal nagyobb erőszakkal kellett volna fellépjenek. Meg se kellett volna engedni, hogy tüntessek. Tehát ebben a kérdésben, hát látjuk, hogy minden más kérdésben is mennyire egymásnak esett, egymásnak feszül a két tábor, ebben a kérdésben aztán végképp. Az valóban igaz, hogy a másik oldalt, a Johannis féle oldalt, mert nem is tudom, hogy nevezzem, mert jobb oldalinak azért nehéz nevezni őket, az az oldal is megerősödött, sőt, talán még inkább összefogta őket, ez adott egy új muníciót nekik. De az, hogy én még abban sem vagyok biztos, hogy azért csökkent valamennyit most a népszerűség, egyébként a PNL-nek is csökkent ugye abban a közvéleménykutatásban, mert az az augusztus 10-i események. Én nem gondolom, hogy ebben bármit kéne tenni a PSD-nek. Éppen ezért
lépett kicsit veszélyes területre Gabriela Fire, amikor ezzel az augusztus 10-i tüntetéssel kapcsolatban, vagy ennek apropóján kezdte támadni a PSD-t, mert én inkább ennek kapcsán azt jósolom, hogy Gabriela Firenek csökkenni fog a népszerűsége, hiszen a PSD szavazó táborában ez eléggé megdöbbentő volt, hogy ő gyakorlatilag az ellenzéki érveket kezdi sorolni a pártja ellenében. Van egy téma, amiben nem feszülnek egymásnak a romániai pártok, vagy egyelőre legalábbis úgy tűnik, hogy nem feszülnek egymásnak. Bejelentette a Szociáldemokrata párt elnöke, hogy október 7-én tartják a népszavazást az alkotmány módosításáról, amely a család fogalmának a meghatározására irányul. A szenátusnak a szenátus szakbizottsága rábólintott már erre, most már a szenátus plénuma kell rábólintson, és kihirdetni a népszavazásnak az időpontját, és módosíthatják az alkotmányt. Most ebben úgy nézem, hogy szinte mindenki egyetért, hogy igen, módosítani kell ezt. Hát, hogy meglátjuk. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye először is a referendum törvényt módosította a kormány többség, olyan tehát értelemben, hogy az... 30%-os a küszöbös. És az államfőt kivették a folyamatból, tehát nem ő határozza meg a dátumot. Ez egyébként egy júniusi módosítás, tehát hogy miért pont most, hát tulajdonképpen ahogyan lehetőségük volt rá, kiírták, vagy hát most majd meglátjuk, hogy a szenátus ugye mikor fog erről szavazni, mert ahogy a szenátus plénuma megszavazza, ugye a szakbizottság talán tegnap vagy tegnap előtt szavazott, onnantól kezdve a legközelebbi, tehát a 30 napos időszak utolsó vasárnapján van népszavazás. Legkésőbb. Így van, és ebből a szempontból a PSD-n azt látom, hogy egy újabb téma után nyúl, megpróbálja a politikai napirendbe beemelni ezt az alkotmánymódosítás témáját, ami tulajdonképpen a családnak a meghatározásáról szól, ami a felmérések szerint elsőprő többségét élvezi a társadalom támogatásának ez a téma. Tehát, hogyha így nézzük a dolgokat, akkor mindegyik politikai erőnek, vagy hát nagyon nehéz szembehelyezkedni ezzel a kérdéssel, maradjunk ennyibe. Még úgy is nagyon nehéz szembehelyezkedni, hogyha megpróbálunk árnyalatokat keresni benne, mert az alkotmánymódosítási kérdés ben tulajdonképpen nem is fog szerepelni pontosan ez a szöveg, mert ez a szöveg csak a törvényben fog szerepelni. Tehát árnyalatokban gondolkodni nagyon nehéz lesz, úgy, hogy a Szociáldemokrata párt teljes gőzzel beleáll a kampányba, és úgy, hogy a Román Ortodox Egyház beleáll a kampányba. Tehát ebben a környezetben egy ellenzéki pártnak ugye teljesen szembehelyezkedni ezzel a kérdéssel, az nagyon bajos. Árnyalatokban gondolkodni pedig eléggé nehezen kommunikálható, nehezen megfogható, és könnyen támadási felületet nyit a PSD számára. Én most ebben a történetben többet nem látok, megmondom őszintén, mint hogy egy ilyen kommunikációs új mezőt nyit a PSD, és egy számára előnyös mezőt nyit, mert az eddigi mezők, akár a kormányzás hatékonyságát nézzük, akár a korrupciós harcot nézzük, az enyhén szóval nem neki kedvez. És most egy olyan témát nyit, ami viszont neki kedvez. És talán ez is azt támasztja alá, hogy túl rövid idő, túl rövid ez, tehát legfeljebb egy hónap lesz a népszavazásig, és innen is látszik, hogy a Szociáldemokrata párt nem szeretné komolyan venni ezt a kérdést, tehát nem az van, hogy felvilágosítjuk az embereket, hogy akkor valóban miről fogunk szavazni, valóban hogyan módosulna az alkotmány, hogy a család fogalma az mostantól az lesz, hogy egy férfi és egy nő önkéntes házassága, tehát hogy talán nem is ez a cél. És csak annyit tennék még gyorsan hozzá, hogy ettől nem változna meg a helyzet, hiszen a családjogi törvény az most is kimondja ezt a dolgot. Tehát konkrétan nem módosulna semmilyen gyakorlatilag. És akkor sem változna a helyzet, ha esetleg szinte biztos, hogy a melegházasság ellehetetlenítését fogja eredményezni ez az alkotmánymódosítás, azonban az Európai Unió elfogadott a melegházasság, így Romániában is. Ez nemzeti hatáskör, tagállami hatáskör, tehát ebben a kérdésben nem tud az Európai Unió beszélni. Az más kérdés, hogy egy külföldön kötött házasságot elismer-e Románia. Külföldön, tehát már ismertek el külföldön kötött házasságot idén Romániában egy meleg pár között. De nem is az a cél, hogy a Szociáldemokrata párt, vagy bárki más elmagyarázza a kérdésnek a lényegét, és hogy mélyreható viták folyanak erről a kérdésről. Amint Gergő is említette, itt a lényeg az, hogy minden bizonnyal, amennyiben kiírják, meg lesz a 30%-os küszöb,
elfogadják az indítványt, és a szociáldemokrata párt magának revindikálhatja a kezdeményezést, és gyakorlatilag néhány szavazót még átsábít a túlsó oldalról, illetve néhány szavazót meggyőz arról, hogy az ő érdekében cselekszik, aki eddig bizonytalan volt, hogy szavazzon-e vagy sem, és kire szavazzon. Természetesen azok közül, akik nem gondolják végig, hogy tulajdonképpen milyen is itt a politikai élet. És azért egy kulcskérdés valóban ebben a kérdésben, hogy az egyház, tehát az egyház ezt hogyan áll hozzá, az egyház tudjuk, hogy egyértelműen hozzá. Egyértelműen támogatja. Az egyház Romániában mindig, még mindig az ortodox egyház az egyik legnépszerűbb intézmény, tehát úgy gondolom, hogy ez politikailag mindenképpen nagyon jól jön a szociáldemokrata pártnak. Egyébként megjegyzem, mindegyik magyar történelmi egyház is támogatja. Igen, ezt a kezdeményezést. Igen, egyházak. Csak az ortodox egyháznak jóval erősebb a befolyása minden szinten a román társadalomban, tehát ilyen szempontból ez teljesen egyértelmű, hogy egy nyerő kártya a PSD-nek. Én inkább azt azért furcsálom, hogy így siet ezzel a dátummal, mert mondjuk egy hosszabb kampány lett volna, és erről beszélt volna a közvélemény, minél többet beszélt volna erről, minél több vita zajlott volna, annál inkább került volna egy defenzív helyzetbe az ellenzék, és annál inkább került volna egy pozitív helyzetbe a PSD, de hát ezt majd meglátjuk, hogy egyébként ebből ez végül milyen hasznot hoz a PSD-nek, de teljesen egyértelmű, hogy itt egy igen, az a PSD sikere is lesz. És azért hadd mondjuk el, hogy a magyar történelmi egyházak természetes, hogy a javaslat mellé állnak, hiszen az egyházak dogmatikájában a család meghatározása így szerepel, nem tehetnek másként, nem lehet azért felelősségre vonni az egyházakat, hogy miért nem gondolkodik másként, hiszen minden egyháznak a dogmatikája kikezdhetetlen abban az esetben, mennyiben a dogmatikáját kikezdik, gyakorlatilag az egyháznak a létét fenyegetni ez a kérdés, úgyhogy egészen természetes. Én azt gondolom, hogy az erdélyi magyar választók, akik majd esetleg elmennek a népszavazásra, azok el tudnak vonatkoztatni különböző befolyásoktól, és maguk tudnak dönteni, viszont egészen bizonyos, hogy a szociáldemokrata párt fel fogja használni arra ennek a népszavazásnak az eredményét, és az együttműködést az ortodox egyházzal, hogy legalábbis a háttérből azt sugallja, hogy a szociáldemokrata párt és az ortodox egyház azok egy hullámhosszon vannak, támogatják egymást, és ez azt hiszem, hogy nagyon nagy segítség lesz a szociáldemokrata pártnak a választásokon. Én nem vagyok ennyire optimista az elvonatkoztatást illetően, de legyen neked igazad. Elkezdődött az őszi parlamenti ülésszak, nézzünk egy rövid összefoglalót erről, és hátralévő 7 percben ezzel folytatjuk. Az őszi parlamenti ülésszakban számos jelentős területet érintenek a betervezett törvények és törvénymódosítások. Ugyanakkor a magyar kisebbség számára mégis másak a hangsúlyok. A prioritások 4 nagy csoportba sorolhatók, ezek a tanügy és oktatás, a vidékfejlesztés, az önkormányzatok decentralizációja és a szociális kérdések. Azt akarjuk egyértelműen, hogy az oktatáspolitikai részen, amit elkezdtünk, törvénymódosítási javaslatokat, amelyeket sajnos alkotmánybíróságra küldtek, valamint az állam ennek visszaküldt a parlamentbe, végigvigyük, vagyis legyen biztonságban a magyar oktatás. De korrigálni akarjuk azt a kormányhibát is, hogy az elemiskolákban román tanárokkal kötelezik, hogy ők tartsák a román oktatási órákat, és ez ugye mennyire nehéz helyzetbe hozza a kisebbségi nyelven történő elemi oktatás. A szövetség ugyanakkor az új ülésszakban az after school programok létrehozását és ezek állami finanszírozását, a bentlakás rendszerek bővítését tűzte ki célul, illetve a parlamenti munka során kezdeményezi a speciális tankönyvekből való oktatás azonnali bevezetését. Nos, hallottuk, hogy mi a prioritása az erdélyi magyarokat a parlamentben képviselő magyar érdekvédelmi szervezetnek. A jelenlegi politikai konstrukcióban, arról, amiről beszéltünk, fog jutni idő erre, vagy pedig a román pártok a parlamenti ülésszakot elviszik teljesen más irányba, vagy elvihetik teljesen más irányba? Meglátjuk, hát azért továbbra se ringassuk magunkat abba az illúzióba, hogy az RMDSZ, amelyik kívülről támogatja a kormány többséget, és 5%-kal rendelkezik a parlamentben, vagy 6-tal, az meghatározza a parlament napirendjét. Tehát nyilván, ha
az RMDS terveiből valamennyi összejön, akkor azt lehet nevezni egy előrelépésnek. Tehát nyilvánvaló, hogy nem az RMDS határozza meg a napirendet. Én egyébként itt még visszatérnék egy pillanatra a román tanár kérdéshez. Egyrészt a sajtóban is elhibázottan jött le többször a leírt szövegben. A román tanár az nem egyenlő a román tanára. Tehát nem azt jelenti, hogy román nemzetiségű tanárok tanítják föltétlenül a gyerekeket, ez csak fontos. Egybe kell írni, hogy román tanár, nem külön, hogy román kicsit, tanár. Igen, tehát hogy itt amikor elhangzik a szöveg, akkor is ez úgy tűnik a másik. De egyébként természetesen ezt értetetlenül miért történik meg ilyen döntés, anélkül, hogy előtte egyeztetés legyen, akár RMDS-szel, akár kisebbségi oktatásban érintett szakemberekkel. Ugyanakkor ezt ne söpörjük a szőnyeg alá, hogy jelenleg ez egy rendkívüli nagy probléma. Én tapasztaltam nem egyszer, itt Vásárhelyen is, hogy valóban a 16-18-20 éves fiatalok nem tudnak románul. Nem rosszul beszélnek románul, nem tudnak románul. Tehát a boltban nem tudnak beszélni, azt nem tudják megoldani. Tehát akkor ez egy alapvető probléma. Tehát erről beszélni kell, és erre megoldásokat kell találni. Ha nem az a jó a megoldás, amit mond a kormány, akkor tessék előállni a megoldással, mert ha nem, akkor olybá tűnhet, mint hogyha ez egy kényelmes helyzet az RMDS-nek, mert nem tudnak románul, annyi baj legyen, akkor majd az én sajtomból tájékozódnak, majd engem hallgatnak, és akkor nekem egyszerűbb a dolgom. Én nem feltételezem ezt, de ne essünk ebbe a hibába, vagy ne essen az RMDS abba a hibába, hogy ezzel nem foglalkozik nagyon komolyan, mert én szerintem ez egy nagyon komoly probléma. Hogyan értékelhető a kormánynak a hozzáállás vagy a rendelete a román oktatást illetően? Hát mindenek előtt azt gondolom, hogy a prioritás szó használata az elhibázott, tehát nem az RMDS prioritásai ezek, hanem az RMDS szándékai, és ez így rendben is van, hiszen közölni kell a választókkal azt, hogy nem rajtunk múlik, nem az RMDS-en múlik. Meg kell nyerni mellé támogatókat, mi ezt szeretnénk elérni, de semmiképpen sem a parlamentnek is a prioritása. Tehát itt ma a prioritásról kimondottan csak a szociáldemokrata párt beszélhet, hiszen ő szabja meg a parlamentnek a napirendi pontjait. Most ami a tanügyminiszternek a rendeletét illeti, ez egy egyáltalán nem atipikus, inkább megszokott reakció egy akut helyzetre, egy át nem gondolt, végig nem gondolt döntés, hiszen valóban román tanárokra bízná a kisiskolásoknak a nyelvoktatását, de egyáltalán van-e információja arról a miniszternek, hogy magyar vidéken hány román tanár van, aki a magyar nyelvet is beszéli. Van-e információja arról, hogy Brassóban hány éve szűnt meg a román-magyar katedra, és hányan végezték el azt a bölcsészkart, illetve hányan végeztek Csíkszeredában. De hát ha azt szeretnénk, hogy szakképzett tanárok, egyetemet végzett tanárok oktassák az állam nyelvét a kisgyerekeknek, akkor előbb ezeket a tanárokat képezni kell. Tehát akkor az lett volna a legfontosabb, hogy létrehozni ezeket a katedrákat, hogy olyan pályaképet kínálni a fiataloknak, hogy szívesen válasszák ezt. Tehát mindenképpen ez egy elhibázott döntés. Azon kívül meg vagyok győződve, hogy a román tanárok bevetése a kisiskolások közé egyáltalán nem fogja megoldani a kérdést, hiszen egy nyelvtanulás az nem csupán verbális készségeket, hanem affektivitást is feltételez, és amikor egy kezdő nulladik osztályba megjelenik egy teljesen idegen ember, hát hónapok telnek el, amíg sikerül neki megnyerni a gyerekeknek a szimpátiáját, együtt tud velük dolgozni, ez egy teljesen kontraproduktív javaslat, és azt hiszem, hogy mint már számtalanszor megtörtént, ez a rendelet is súlyos megsértése
a tanítóknak, akik meg vagyok győződve, hogy legtöbbjük jól beszél románul, és tudja, hogy hogyan kell azt úgy tanítani a gyerekeknek, hogy meg is tanulják. Itt nem azzal van a probléma, hogy az osztályban hogyan tanítják a nyelvet, hanem egyszerűen az, hogy van-e lehetősége annak a gyereknek élesben is kipróbálni a nyelvtudását, vagy sem. El kell fogadni azt, és azt gondoltam, hogy erről már fölösleges lenne vitát nyitani a kormánypárttal, hogy a román nyelvet mindenképpen egy nulladik osztályos gyereknek, egy első osztályos gyereknek idegen nyelvként kell tanítani, hiszen számos olyan székelyföldi település van, ahol a gyerekek életükben nem találkoztak román emberrel, nem volt lehetőségük román szót hallani. Tehát én mindenképpen elhibázottnak és elrövidítettem. Gerül, lehet tiéd a zárszó. Nagyon röviden. Egy első gondolat. Én azt hittem, hogy ez a kérdés, ez a nagy probléma, amit egyébként István mond, hogy ugye a román tudás hiánya, ezt a 2011/1-es oktatási törvény kellett volna megoldja. Ugye ebben tételesen benne van, hogy speciális tanterv szerint kell oktatni a románt a kisebbségekhez tartozó személyek számára. Sajnos ezt a törvényt nem tudták még életbe ültetni teljes körülön, és azon, hogy 7 év alatt ez egy súlyos mulasztás. Tehát nem kell új megoldásokat kitalálni, alkalmazni kell a törvényt. Második gondolat, szándékok. Persze, itt a legnagyobb gond, hogy a PSD szándékai sem valósulnak meg. Tehát fel tudnék sorolni 5-6 olyan súlyos, fajsúlyos dolgot, amit a PSD évek óta mond, hogy végig fogja vinni, és nem tudja végigvinni. Hogyha a márciusi rendkívüli kongresszust megnézzük, ott akkor egy teljes víziót vázolt fel Liviu Dragnea, valószínűleg egy kommunikációs cégnek a munkáját, de semmit nem látunk a gyakorlatban. Tehát az, hogy éppen kinek milyen szándéka van, és ebből milyen eredmény lesz, az sajnos Romániában nem korrelál. Köszönöm. Parlamenti ülésszaknak van az, hogy mi fog megvalósulni, és mi nem, erről az elkövetkezendő sajtóprésekben beszélni fogunk, hisz ezen túl minden szerdán várom önöket a képernyők elé meghívottaim társaságában. Köszönöm a ma esti figyelmet, viszontlátásra!